Szép jó estét kívánok! Szerettem volna önöknek egy olyan vendéget hozni, aki régen volt nálunk, nagyon aktuális, nagyon sokat dolgozik. A neve is kötelez. A neve, a pályafutása, és hogy mivel foglalkozik, és miért pont ezzel, családi állapotáról, szokásairól, és a világon mindenről kérdezem, aztán majd vagy válaszol, vagy nem. Mindenesetre kérdéseim azért hangzanak el, hogy önök még többet tudjanak róla, és elkezdjenek odafigyelni, és kutassák meg családfáját, és utána nézzenek, hogy mi mindent hagytak ránk az ősök, és mit tud ebből ő továbbvinni. Természetesen ő személyesen fog bemutatkozni. Szép jó estét kívánok! Először is mondja el nézőinknek, hogy hívják. Czeisler Gábor. Lehet, hogy ezt én is hibátlanul ki tudtam mondani, de biztos, ami biztos. Mikorban született több? 60 éve. Mazutov. Akkor tudom, hogy elküldhetem Gyufáért, tegye fel a mikrofonját, mert a játékszabályok egy televízió esetében azt is kérik, hogy hallani is lehessen. Nagyon jó, de így is hallották, igen. 60 évvel ezelőtt, mikor megjelent a gólya a kéményük tetején, milyen volt édesapja családi állapota? Hát természetesen házas. Az orvosegyetemre, amikor felvették őt is, meg anyámat is, akkor volt valami nagy buli, tehát még valamikor május-június elején, vagy május végén, és akkor ott találkoztak. Ez egy nagy szerelem volt rögtön. Az egyetem alatt is tartott, aztán az egyetem után házasodtak össze, és aztán jöttünk mi sorba. Ön volt az első érkező? Nagyjából igen. Volt előttem egy, aki nem érkezett meg. Elindult, de aztán valahol a félúton leállt. Hányan érkeztek meg végül is? Hát mi hárman vagyunk. A család nevét elmondta, tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy két orvos csemetéjéről van szó, akinek élete főműve tulajdonképpen a gólyák érkezése, illetve a prúvörú, sokasodjunk és szaporodjunk, a bibliai rendelet alapjainak megteremtése és kivitelezése volt. Tévedek, ha ezt mondom? Így még nem hallottam megfogalmazni, de nem, ez eléggé tetszik. Mi történik ebbe a családi házba, ahol mind a két szülő el van foglalva? Mi lesz önből? Hogy teltek az óvoda és az általános iskola évei? Hát az anyám, ő is orvos volt, és állítólag tehetségesebb, mint az apám. Csak mivel... Ezt édesapja hogy bírta elviselni? Nehezen, mert az anyám az... Idegesített, anyám nagyon szép nő volt, nagyon szerette, sportolúszó is volt. Az, amikor medencében sok nő balettozik, soha nem jut eszembe. Vízibalett? Hát nem vízibalett, hanem van ennek valami neve. Tehát azt is csinálta, de versenyúszó is volt, érme is voltak. Napozni is nagyon szeretett, és apámot az nagyon idegesítette, hogy éjjel-nappal az apám gürizik és készül a vizsgákra, anyám meg kifekszik a strandon a napra, és bemegy vizsgázni, és rögtön ugyanazt az érdemrendet kapják meg. Apuka féltékeny volt? Nem, hiszen csak irigyelte anyámnak ezt a könnyedségét. Csak aztán, amikor mi elkezdtünk születni, akkor volt köztük egy egyesség, hogy az anyám otthon marad velünk, hogy minket tudjon nevelni, és persze naivak voltak és kicsit hülyék, és azt gondolta, hogy ezt majd vissza lehet adni az anyámnak, ami persze soha nem történt meg. Tehát ezzel édesanyja az orvosi karrierjét be is fejezte a gyerekneveléssel? Hát nagyjából igen. Aztán amikor már a húgom, azt hiszem középiskolás lett, akkor mondtuk, hogy akkor visszament egy intézetbe, ilyen, tehát evangélikus szeretett otthonba, ilyen intézeti orvosnak. Tehát ez nem az a karrier volt, ami ő elindulhatott volna. Apukának a karrierje milyen volt? Igen, szokták kérdezni, hogy milyen egy híres apa gyerekének lenni. Nekünk annyiban könnyebb volt, hogy mi nem egy híres családba születtünk bele, hanem amikor 7-es, 8-os lehettem, akkor volt az első tévésorozat. Tehát a híressé válást, meg ezt a fajta népszerűséget... Előtte sikerült már bemutatkozni, jó? Nem, hanem igen, tehát hogy azt együtt éltük meg apámmal. Tehát nem az volt, hogy akkor mi... elkényeztetett, nem tudom, pasonérti gyerekek vagyunk, hanem ugyanúgy gond volt megvenni a, nem tudom, bármit, és a nagyapám, aki kisiparos volt, tehát ő volt a
aki keresett a családba, ő adta a hétvégére a húst. Tehát szóval, hogy ez nem... Szóval szerintem úgy nőttem... Tehát az intellektuel család fenntartó mégis a kisiparos volt, aki támogatta utódait. Igen, igen, igen. Zsebpénzt is a nagyapámtól kaptunk. Nagyapám mivel foglalkozott? Ez egy nagy cég volt, háború előtt 100 embernél is többet alkalmaztak, festőmázoló kisiparos volt. Mennyibe akadályozza meg, hogyha én most átvedlek osztályfőnöknek, és elveszem a beszélgetés végéig, ami a kezébe van. Én tudom, hogy ez nagyon fontos kelléke az életnek, én nekem ez tetszik is, de a mikrofonba ez behaladszik, ja. És az emberek nem rám kíváncsiak, nem arra, hanem önre. Jó. Jó. Hogy érezte magát kisrácnak? Akkor már hárman voltak. Hát igen, mert az öcsém is köztem 14 hónap van, tehát eléggé közel, a húgom is az 3,5 évvel fiatalabb, tehát eléggé gyorsan születtünk. Akkor még nem volt, mert az apám még nem tudta azt a szabályt vagy rendet, hogy a 2 évnek illik eltelni a 2 gyerek születése között. Ezt később tanultam meg, vagy később... Milyen volt ez a Zeissler gang? Együttesen léptek föl a szülők ellen, vagy mindenben egyetértettek? Milyen volt a fegyelem otthon? Hát apám mindig sokat dolgozott, tehát csöndbe kellett lenni. Mi az a legborzalmasabb? Én tudom, az én gyerekeimben, amikor én a Szabad Európa munkatársa voltam a Közel-Keletről, és abba dolgozik, és akkor inkább elmentek a Kelet edzése, vagy bárhova, csak hogy ne legyenek otthon, és ne kelljen csendbe lenni. Hát igen, szóval, tehát, hogy olyan lakásunk volt, ami körbejárható, tehát 3 szobás volt a Tárogató úton, speciál nagyapám építette még a háború előtt 40-es évek elején, ezért fogarenda volt, tehát szóval mi körbe tudtunk rohangálni, a fogerendek miatt az alattunk lévő lakónál ingott a csillár, de amikor az apu otthon volt, akkor nem volt szabad körbe rohangálni, mert az ő dolgozószobája az volt a középső, és ott volt egy behajtani tilos tábla. Gábor, engedd meg, hogy tegeződjön, mert itt sokkal egyszerűbb lesz, meg kiderült, hogy én vagyok a nagyobb, az öregebb. Ritka az olyan már. Tudtátok azt, hogy mivel foglalkozik a papa? Igen. Igen, tehát, arra nem emlékszem, hogy mesét mondott volna, de arra, hogy hogyan születik a gyerek, arra azt elég hamar elmondta. Tehát ő tulajdonképpen korát megelőző módon a szexuális felvilágosításról gondoskodott. Igen, igen. Még az vicces, hogy az, hogy születik a gyerek, azt nagyon hamar tudtam, de az, hogy jön létre, azt elfelejtették megmondani. És amikor 7. koromban jelent meg a tínédzserek könyve, a Benjamin Spock, és akkor ott láttam, hogy ahhoz mit kell csinálni, hogy létre is jöjjön az a magzat. Feleségeid száma? 0. Nősültél valaha? Igazából nem. Gyermekeid száma? Nincs. A családomban rengeteg gyerek volt, tehát... Tehát van kit szeretni. Van, igen, igen. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy nekem könnyű, mert nagyon szeretem a gyerekeket, és szerintem jól is bánok velük. Tehát amikor ráértem, akkor elmentem a testvérem, öcsémnek van 3 fia, elmentem, elvittük őket moziba, állatkertbe, színházba, bárhova, aztán visszavittük. Tehát akkor jó, nekik a testvéremnek akkor volt egy kis szabad nekik ideje. Nekik jó, neked jó, és igen, így a de, jó. Igen. Elérkezik a középiskola. Hogy döntötted el, hogy hova fogsz tovább tanulni? A középiskolába hova mész? Hát ez még a lendület volt, tehát mivel én vagyok az első unoka, első fiú, úgy volt, hogy én majd folytatom apám hivatását, tehát orvos leszek, tehát biológia szakra mentem. De 2 szerencsém volt, vagy 3. Tehát, hogy mondtam, hogy 7.-8. koromban voltam, amikor az apám ismertsége, tehát a tévésorozatok által beindult, akkor különböző értelmiségi körök, színházi emberek, művészek keresték a barátságát, a Víg Színházba meghívták a premierekre, tehát már én is 7. koromban balett premier patkányá váltál. Hát nem, de azért 30 éves vagyok, premierje már ott voltam 75-ben. És aztán mondom, hogy kezdve a Víg Színházban nagyon sokáig sok premieren ott voltam. Aztán a gimnáziumban biológia szakra mentem, mert hogy orvos leszek, gondoltuk,
akkor, de hát a biológia tanár az nem volt annyira a célos, viszont száműzve volt oda egy nagyon jó magyar tanár, aki gondolkodni is tudjuk még a nevét? Őrsiné Hajdú Marianna. Az Őrsi Istvánnak a sógornője volt, és hát gondolom ilyen rendszer, nem volt rendszerkontabilis, és ezért száműzték a biológia szakra, hogy ne az angol-orosz jövendő értelmiségit fertőzze meg rendszerellenes gondolatukkal, vagy gondolkodásra való képességgel, hanem minket, mert kevésbé árt gondolhatták, de hát mondjuk annyira, hogy az osztályból igazából egy orvos lett, pedig ott a induláskor még sokan akartak orvos lenni. Jött a nagy pillanat, ki kell tönteni a jelentkezési lapokat, te egyből a Színház és Színművészeti Főiskolát jelölted be? Hát ezt már hamarabb eldöntöttem. Első gimi után. Mi fűtött a szereplés vágy, vagy nézted a tükörbe magad, és tetszettél magadnak? Azt tudtam, hogy színész nem akarok lenni. És akkor kellett keresni. Miért nem volt elég önbizalmad? Önkritikám volt. Most se beszélek szépen, de hát akkor a tanárok nem nagyon szerettek feleltetni, mert nem értették, amit mondok, mert hadartam és halkan beszéltem. De tudtam azt, hogy ez nekem nem pálya, és akkor néztem, hogy mi van még ott, és gondoltam, hát ez a rendezés az elég érdekes lehet. Valamilyen szinten irányító ember voltam a suliba is, tehát szóval mindig egy kicsit aktív voltam, meg közösséget szervező, meg ilyesmi, tehát valahogy azt éreztem, hogy ez talán ez való nekem. Elsőre fölvettek? Nem volt hova. De amikor érettségiztem, akkor 6 évig nem volt rendezőszak. És akkor mit csináltál? Elmentél beteghordónak? Nem, hanem abban is szerencsém volt, tehát ez már a negyedik szerencse, hogy volt egy családi barátunk, Somhegyi Vera, akinek sok színész ismerőse volt, orvosként, tehát apámhoz került páciensként, aztán a családunk barátja lett, és neki sok színész ismerőse volt, a férje is színész volt, és ő elvitt Szolnokra sokszor, és Szolnokon akkor nagyon jó színház volt, Pál István rendezett, a Margitai Ági udvaros Dorottya volt ott színész például, és őket megismertem, és akkor azt éreztem, hogy én nem szeretnék bölcsészkarra menni az egyetemre, hanem inkább Szolnokra szeretnék menni asszisztensnek. És akkor megint szerencsém volt, mert a Babarczi László, a kaposvári igazgató mind a 2 évben rendezett ott, és akkor láttam, hogy van még jobb színház, mint a Szolnoki. És akkor felmondtam Szolnokon, és szóltam a Babarczinak, hogy én szeretnék oda menni. És nagyjából így gyakorlatban tanultam meg, mert még a rendezőszak még mindig nem indult. És amikor meg először indult, az még opera rendezői volt. És milyenek a füleid? Hát nem, apámat tanították zongorázni, és nagyon szenvedett, ezért minket megkíméltettől. Utólag már kicsit sajnos. De ott a rendezőn az első fordulón tovább jutottam, de a második fordulónál azt mondtam, hogy én köszönöm szépen, tovább nem tudok menni, mert a Kotta olvasás az nem megy nekem. Meg azt is meg lehet tanulni. Meg, mert később Debrecenben volt szerencsém operákból társrendező lenni, és akkor rájöttem, hogy azért valamilyen szinten ki lehet ismerni azt a sok vonalat, meg pöttyöt. Ákombákomokat. Nem ákombákom, van annak rendszere. Hát igen, én hála Istennek ott, hát azért még tudok olvasni, annál többet azért nem nagyon. És akkor már javába akár rendező is lehettél volna, amikor végre fölvettek? Nem, mert a harmadik fordulóról rúgtak ki a Mohács Jánossal egyszerre és egykor ugyanabbról a fordulóról. És de akkor már ő is rendezett Kaposváron, meg én is rendeztem. És aztán túl karos voltál, vagy úgy mondták, hogy túl sokat tudsz? Nem. Nem tetszett a származásod, az arcod? Nem tudom. Többféle verzió van erre. Az, hogy Kaposváron voltunk, ez a 80-as évek vége, de még a rendszerváltás előtt. Nem biztos, hogy ez jó. És akkor miért próbáltad meg negyedszerre is? Nem próbáltam meg negyedszerre. Tehát akkor tulajdonképpen nem fejezted be ezt. És azt gondolom, hogy szerencsém volt, mert Szolnokon is, meg aztán főleg Kaposváron olyan mesterek voltak, akik aztán 20 évvel később a főiskolán, szóval most például egy évvel ezelőttig a főiskolán tanítottak. Ezt én értem, de nem érte ezért téged atrocitás, hű, de hülye szót találtam, amit nehéz kimondani, azért, mert nem volt bárcád, mert nem végezted el a főiskolát, olyan időket élünk,
hogy embereket a diplomáik szerint szokták alkalmazni anno? Egyik színházból a másikból kerültem, 20 éve vagyok szabadúszó, nagyjából mindig volt munkám. Boldog ember vagy? Igen. Ez akkor már megéri. Ez a szabadúszásnak köszönhető, vagy nem, annak hozta a sors? Tehát én jobban szeretek társulathoz kötődni, tehát ahol dolgozom, azért ott általában nem egyszer fordulok meg, és akkor kicsit oda tartozónak érzem magam úgy is, hogy ez nem hivatalos, vagy papírforma szerint oda tartozó. Tehát most két színház is van, ahol rendszeresen dolgozom, mind a kettő Spivel kezdődik, és élő zongorra szó fogadja a nézőket, a Spinoza és a Spirit Színház. A Spinozában már 10-valahány éve dolgozom, a Spiritbe most lassan 5,5 éve. Ez idáig mind rendben van, a Spinoza egy szenzációs hely a zsidó negyedbe, egy hibája van, hogy a 7. kerületben van, ahol nem eléggé becsülik meg, azt hiszem ők még a 7. és 6. határán vannak. Na de hát a befogadó képessége, ez egy közepes kamaraszínház mennyiség. Nem, inkább mennyiség. Nem. Közepesnek nem mondanám, inkább kicsi. 70 férőhely. 70 férőhely, na hát hogy lesz belőled világsztár 70 székkel? Hát azt gondolom, hogy ennyi idős koromban már be kell látnom, hogy világsztár nem leszek. Mit kéne ahhoz csináljál, hogy a világ elismerjen? Nemet váltsál? Női cuccba kellene, hogy megjelenj. Mit kéne valami olyat csináljál, hisz a darabokat, amiket rendezel a Spinozába, azok olyanok, hogy vérese tapsolnák a Vigbe, vagy az operába, vagy bárhol a kezüket. Nem egyszerűen tudom. Ez nem fair. Nem tudom, hogy érted-e, hogy mire gondolok. Egy-két darabodat végignéztem, és valahogy úgy érzem, azt gondolom, a Spiritbe is olyan. Hát mondjuk az, hogy az Ajtó volt az első Szabó Magdától, ami... Ha úgy nézzük, kicsit váratlan, hogy én pont Szabó Magdát fogok rendezni, de azt gondolom elég jól sikerült, és tavaly augusztusban volt a 100. előadás, 4,5 év alatt egy ilyen magánszínházban. Hány szék van a Spiritben? 100. 60 szék volt, de a második előadáson már 100 jegyet eladtak, és akkor vettek még 40 széket, és akkor azóta 100 férőhelyes. De Gábor, érted az én értetlenségemet? De nem tudom, tehát hogyha... Ma olyan nem létezik Magyarországon, egy nagy színház, akinek sok széke van, befogad egy valami nagyon jót, ami egy kis színházban van? Néha. Te kis életedben hányszor fordult elő? De dolgoztam én Kolozsváron, Kassán, Nyíregyházán, Zalaegerszegen is. És akkor viszel egy darabot, amit befuttattál a Spinozába, vagy a Spiritbe? Nem, ott arra hívtak, amire éppen mentem. Mi az, amit szeretsz? Mi az, amitől happy vagy, amitől jó kedved van? Azon kívül, hogy reggel süt a nap, csiripelnek a madarak, és akkor jó fölkelni. A változatosságot. Tehát most tényleg most picit ez érzékeny, tehát hogy jogos, hogy most az utóbbi időben tényleg pici helyeken dolgoztam. Korábban azért mindig az volt, hogy akár Debrecenben, hogy a stúdióban is rendeztem, de a nagy színpadon is. Rendeztem kortárs magyart, rendeztem klasszikust, Schillert vagy Kleistert, de képzelt riportot, meg Kiss Mikétet is. Tehát a változatosságot szeretem. Gábor, de kijön belőlem a zsidó, könyörgöm. Hát, aki jó fej, egy jó rendező, de kis helyen rendez, kis hely, kis pénz. Ez tehát van. Mikor fogsz annyit keresni, mint édesapád, hogy könnyebben élhessél? Mert ezeken a sok nagyon aranyos kis helyeken nagyon jól megrendezett, belevaló darabok, ha háromszor játsszák el, akkor is csak keveset tudnak fizetni. Nem háromszor játsszák. 300-szor akartam mondani. Nem arra születtél, hogy gyufás dobozba légy. Nem tudom. Én most ez van. Én azt szeretem, tehát hogy szóval olyanul nem szeretek töprengeni, ami nincsen, vagy ami... Jó, akkor másképp kérdezem. A neved az egy jó név. Jó cégér. Amit csinálsz, az jó. Mi tartja vissza a kőszínházak vezetőit, hogy vendégrendezőnek egy menő darabra téged hívjanak meg? Nem vagy elég szimpi, problematikus vagy, hisztis vagy? Nem tudom, ezt tőlük kéne megkérdezni. Hát de csak ismered önmagadat.
Azt mondom, hogy amikor olyan helyzetben voltam, akkor azért nagyjából jól működtem, tehát nem tudom. Jó, mondtam, hogy szerencsés vagyok, hát ebbe speciál nem. Például tizenvalány éve, csak egy példa, hogy például miért nem. Tehát a fővárosi önkormányzatnak van egy díja, az évad legjobb alternatív előadása. És ezt általában a Schilling Árpádék kapták a Krétakörbe, amíg volt, vagy a Pintér Béla. De tizen, nem tudom hány éve rendeztem egy darabot, a Magam asszonya vagyok címmel, Várnai Szilárd játszott benne 35 szerepet, egy monodráma két részben, egy elég érdekes történet, és akkor mi kaptuk meg ezt a díjat, amit általában trendibbek szoktak, csak pont akkor volt az első rendszerváltás utáni lázongás a városban, és a diátadón senki nem volt ott az újságírók közül, mert nem mertek kimenni az utcára az emberek, mert akkor tüntetések voltak, meg mindenféle tankokat elkötöttek, meg ilyesmi. Tehát annak a díjnak semmi hírértéke nem volt. Akkor gyere, pótoljuk be. Kedves nézőim, figyelem, mindegy cirkuszi kigáltásnál egy bizonyos dátumon vagyunk, az emberek az utcán tüntetnek, tankokat kötnek el, kilövik egymás szemét, botrány hátán, és az esemény kellős közepén egy nagy díjat adnak át. Mi volt a díj, és ki és hol adta át? Ez a Fővárosi Önkormányzat legjobb alternatív előadásának díja volt, amit ősszel adnak át. A Merni Színházban volt az átadó, azt már nem tudom, hogy ki adta át. De ez nem volt visszhangja, mert mással volt tele. Az átkozott média mással volt tele. Igen, és hát nem is voltak ott, tehát hogy ami máskor nagy hír, az most itt az is elsikkadt. Bízunk benne, hogy megpróbáltuk pótolni ezt, ha bár a hangulatot nem. Hányszor ment a darab, amiért kaptad? 78-szor. Megismételhetetlen. Azóta újra játszották valahol? Nem. Miről szól a darab? Csináljunk egy kis étvágygerjesztőt. Régóta nem játszunk, mert a Várnai Szilárd, aki játszottak, közben elment Magyarországról, elment Németországba, ott él. Tehát most bármikor el tudnánk venni és újra játszani. Egy amerikai drámaíró itt a Doug Wright, mert a rendszerváltás után felkapta a fejét egy hírre, hogy Kelet-Berlinben, illetve az akkor már összevont Berlinben él egy hölgy, aki Kelet-Berlinben végigélte a stázit, meg a falat, meg mindent, és 14 éves kora óta nő, mert 14 éves korában azt érezte az a kisfiú a 40-es évek elején, hogy ő női ruhába szeretne élni, és úgy is élte le az egész életét egy ilyen régiségmúzeumot működtetett, aminek a pincéjében melegbár volt, a Kelet-Németországban. Aztán ki is derült róla, hogy még stázi ügynök is volt, tehát róla szól ez a monodráma, és ezt a sok szerep van benne, amit egy színésznek kell játszania. Értem. Mi a legkedvesebb darabod a repertoárodból? Nehéz ilyet kérdezni. Mi a legemlékezetesebb? Ami ugyan nem kapott díjat, ugyanak abban az időben később nem is kötöttek el tankokat, aránylag békeidőt élünk. Nehéz, egyszer meg is bántottam egy jeles színészt, akivel abban az évadban a hatodik premieremet csináltam, és megkérdezte, mert nagyon jó munka volt, Debrecenben mutattuk be nyáron, 10 előadás helyett 15-öt kellett belőle tartani, mert annyira jött rá a közönség. És akkor volt az athéni olimpia, tehát ez 16 éve lehet, nem tudom, igen. Tehát mindegy szalad, tehát valamikor. És szerettem volna azt hallani, hogy nyilván úgy azt szeretem a legjobban a hat közül, amit abban az évben rendeztem. Mi volt a darab? Szerelem Ó című sisgárdarab, Lukács Sándor, Tanított László és Hegyi Barbara játszotta. De nem tudtam azt mondani, mert előtte rendeztem Marica grófnőt Zalaegerszegen, Dunakanyart Szegeden a Pince Színházban, Kassán egy Egressy Zoltán ős bemutatót, egy kamara musicalt az akkor már Magyar Színháznak nevezett Nemzeti Színházba, meg még mit is. Ja, és a Játék a Kastélyban tangózomba, és valahogy nem, tehát mindegyiket szerettem, csak máshogy. És ezért megsértődött. Kicsit megsértődött, mert szerettem volna azt hallani, hogy azt szeretem. Tehát én nagyjából... Az ember minden gyerekét szeretné. Nagyjából igen.
Igen, van, amit kicsit kevésbé, de az ritka. Például a Spinozában már 8-9 éve megy a Herzl, most speciál a Zsidó Fesztiválon nem fogjuk játszani, de... A Herzlből hallottam részleteket Borgulától. Szenzációs. Én, aki ismerem a térséget, 30 évig éltem ott. Hát a legmeghatóbb az volt, hogy egy kedves énekes színésznő barátom, akivel a Jentlőt csináltam, Klein Judit a Spinozában, ő megnézte az előadást, és majdnem sírva mondta, gratulált, azt mondta, ő mindent tudott, ezt tanítja az iskolában. De így, hogy ott látja a színpadon Herzlt magát, meg Nordaut, az teljesen más hatású. Játszott a Spinozában Herzlt? Magnanci Zalán. Értem. Meg Gyabronka volt a Nordau. Tulajdonképpen zavarba voltam, hogy mit keresik. Érdekes, Nordauról nem is tudják, hogy magyar származású. Hát, igen, de az előadást, ha megnézik, akkor megtudják. Mond, tehát ez az elkötelezettséged, a Spinozában hamarosan fesztivál lesz. És ez nem a reklám helye, mert a reklámot akarnak, fizessék ki. Meséld el nekem, hogy mit rendezel idén a Zsidó, a Spinoza Zsidó Fesztivál. Lesznek régebbi előadások is, de az első a nyitó... Mert a tudás adja az ismétlés. Hát igen, meg hogy vannak, hát kicsi a színház, ahogy mondtad, nem fér be mindig sok ember, tehát kell sokszor játszani egy előadást, hogy sokan lássák. De az első előadás egy premier lesz, Mózes és Jézus Budapesten. Tehát ez egy mai politikai kabaré jellegű darab. Kik a szereplők? Makranci Zalán Jézus és Schneider Zoltán Mózes. Na, erre befizetek, ez érdekes lesz. De játsszuk azt, amit tavaly ősszel is volt fesztivál, akkor bemutattunk két előadást, tehát nyilván a pandémia miatt azok nem sokat mentek. Van egy monodráma Sziszi-ről, az Gubik Ági játsza, és felújítottuk a Címzet ismeretlent, amit még nagyon régen Kulka meg László Zsolt játszott, most két fiatalabb színésszel csináltuk meg, ezek is mennek a fesztiválon. Ez jó, nehéz lesz Kulka után szabadon. Hát már azért játszottuk, és elégedettek voltak a nézők, sőt azt mondták, hogy nekik kicsit jobban tetszett az új előadás. Azt mondd meg nekem, hogy egy színésznek általában van egy bakancs listája. Ez egy ilyen hülye dolog, hogy megkérdezik, na és még mit szeretne eljátszani. De egy rendezőnek biztos van valami álma, amit nagyon szeretne egyszer megrendezni, de valamiért, mert esetleg coming out-olnia kéne, vagy magát adnia, még nem tetted meg. Mi az, amit nagyon szeretnél megrendezni? Hát nekem azt hiszem nem kell coming out-olnom, az már rég megtörtént. De én, is szerencsém volt. Én amikor azt mondom, hogy coming out-olnél, arra gondolok, de az, hogy az én a... is, az... Tudom, én is általánosabb értelemben vagy, tehát bővebb értelemben. Azt gondolom, de én nekem a szemem serebben itt volt nálam egy színész, nem mondom meg a nevét, és akkor kérdeztem, hogy az első szerelem, ettől téged megkíméltek, és mondta, hogy hát a színházba jött egy amerikai könyvelő, és vele, és a szemem nem rebben meg, és mondtam, hogy behátszla háma záltov, és mentünk tovább. Úgyhogy mindaddig, amíg nem valaki olyasmivel szeretnénk szerelembe esni, aki nem szeretne, vagy aki türelmetlenség, azaz túl fiatal, mindenki azt csinál az életével, amit akar, és úgy is lehet gyereket örökbe fogadni a szabad világba, hogyha valakinek ez a fejlődése, és úgy is teljes emberek lehetünk. De akkor térjünk vissza a lényegre, erre a csúnya szóra vakan. Mi az, amit nagyon szeretnél, és még idáig nem volt rá lehetőség? Ebben is szerencsém van, mert például Debrecenben több olyan darabot is megrendezhettem, amit úgy nagyon szerettem volna. Mert valamilyen szinten felmerült. Debreceniek szeretnek téged? Hát mondom, 20 éve jöttem el, de még most is találkozom emberekkel, akik valamelyik előadásomra emlékeznek, és azt mondják, hogy... De 20 éve nem hívtak vissza, hogy gyere már, és csinálj meg valamit. Igazgatóváltás volt. Na és az még nem jött rá az ízedre? Nem. Segíteni kéne neki. Na mindegy, de akkor Lengyel Györgynek köszönhetően egy csomó olyan darabot megrendeztem, amit nagyon szerettem volna. A Spirit Színházba olyan felkéréseket kapok, amikre nem is gondoltam, de nagyon jó darabok. Akarsz beszélni a Spirit Színházra, a minap headline-ba kerültek. Valaki valakit abuzált, és nem teljesen értettem. A mi televíziónk, az én televízióm
ebbe a témába, tehát mi minden, ami övön alul van, az nem érdekel minket, nem szokta a postás megharapni a kutyát, mi valami egész másak vagyunk, de ebben az esetben, hogyha ebből a színházból van valaki, akkor ugyan már mi történik ott? Valaki nem kapott egy szerepet, és hangosan kiabált a rendező, ez még nem nincs lezárva, tehát az, hogy én is pár napja jöttem meg külföldön, két hétig nem voltam itthon, az igazgató sincs, ő ma jön meg, tehát hogy ez pont akkor robbant ki, amikor nem tudtunk reagálni érdemben. Már abban is, hogy meg lett szellőztetve, abban is vannak jogtalanságok. Tehát erről nem szívesen beszélnék. Te szoktál kiaválni, amikor rendezel? Hát ha nagyon muszáj, akkor igen. Meg hogyha akadályozzák a munkát. És tehát, ha nem megy. Tehát ha valaki nagyot hall, akkor kinyitod a torkodat. Igen. Meg tehát ha nem dolgozik, jut el az agy velejét. Tehát hogyha akadályozzák, hogy nem dolgoznak. Tehát hogyha... Igen. Mi van akkor, ha valaki nem tudja a szöveget? Majd a súgó megsegíti? Meg én is megpróbálom megsegíteni valamiért, megértetni vele, hogy a szöveg mit jelent, hogy könnyebben megtanulja, vagy én megértsem, hogy ő miért nem tudja. Olyan, hogy lustaságból nem tanulja meg olyat egy színész, az nem csinál, mert saját magából szúr ki. Mennyire a rendező feladata a szereposztás? Nekem nagyon fontos, mert anélkül szerintem nincs jó előadás. Tehát ott dől el, hogy milyen lesz egy előadás. Sokkal inkább, mint bármi máson. Az előbb kérdeztem, mert próbáltam készülni belőle, de annyi mindent rendeztél már, hogy ebből azért nagyon nehéz eldönteni, hogy mi is tulajdonképpen az a vágány, ahol te közlekedsz, mert van mindenféle. De mi az, amit muszáj lenne, hogy megrendezzél? Ha más nem azért, hogy bosszantod az emberiséget. Szereted bosszantani az embereket? Provokálni inkább, bosszantani nem. Provokálni, megmutatni azt, hogy ezt is meg tudom csinálni. Nem is az, hanem megmutatni, még ráébreszteni őket arra, hogy mi van a dolgok mélyén, vagy hogy hogyan is lehetne élni, vagy nem tudom. Karinti színházban rendeztél sokat? Rendeztem ott is, de nem sokat. Szerettél ott rendezni? Igen. Jövőben vannak megrendeléseid? Onnét nincsenek. Meghalt a király, akkor? Hát ott kicsit másfajta szelek fújdogálnak, mint hogy szerintem engem oda hívnának. Értem. Hát bízunk benne, hogy a Spinozába maradnak a megfelelő szelek, meg mindenhol, ahol vagy. Még mindig nem tudom, mi az, amivel úgy érzed, hogy elő kell rukkoljál, hogy ilyet még nem csináltál. Nincs ilyen? Nincs ilyen. Nem tudom, tényleg, szóval nagyjából mi azt a pár darabot, ami úgy azt éreztem, hogy nagyon szeretném megcsinálni, azt nagyjából megcsináltam. Ha minden igaz, akkor most Shakespeare-t is fogok rendezni, mert az még kimaradt. Kleistet meg Schillert azt már rendeztem többször is. Például az egyik nagy sikerem volt, egy Kleist darab volt, nem egy sikeres. Általában nem sikeres, de nekünk valahogy sikerült, szerintem a színészek miatt sikert csinálni belőle. Szolnokon volt. Szolnoki közösség jobb, mint a pesti? A színháztól függ. Tehát attól függ, hogy mit kapnak. Akkor éppen nem mindegy, az is régen volt. Azt mondd meg nekem, hogy iszonyú provokatív kérdés. Egy olykorban születtünk, amikor a vallás nem volt fontos. Tehát képesek voltunk túljutni a tinédzser korunkig, amikor jöttek a rendszerváltások, és akkor ráébredtünk, hogy én zsidó vagyok, de nem tudtunk elmondani, lehet, hogy voltak rabbi ősapáink is, de nem tudtunk elmondani egy animál mint. Voltak, akik kereszténynek születtek, tinédzser korukban ez kiderült, vagy kicsit később, de egy nyomorult mi atyánkat nem tudtak elmondani. Aztán ilyen furcsa átmenő társadalom lett belőlünk, az utódaink bízom benne, hogy pontosan tudják, hogy hol van Jeruzsálem, és hol a Siratófa, Dávka az én gyerekeim, azok ettől egyik Jeruzsálembe születtek, ugyanabba a kórházba.
Szép város. Hát a capital of the world, a világ fővárosa. Ami érthetetlen. Tehát egyszerűen ott mindenki azt a földet akarja, ahol csak szikla van, föld nincs, kurva, bocsánat, szóval nagyon meleg van. Szóval tök érthetetlen, hogy miért mindenki oda vágyik, de valahogy mégis ott van valami olyan szellemiség, hogy Mohamedtől kezdve Krisztusig az emberek ott. Szépek, a lelkük szép, míg az ellenségnek is szép a szeme. Van egy különleges kisugárzása. Én ezen a környéken végeztem el a felsőfokú tanulmányaimat. Van is egy szindróma, úgy hívják, hogy jeruzsálemi szindróma, amikor egy olyan ember érkezik ebbe a világ fővárosába, aki egész életében a Bibliát fújta, és fölveszi a telefont a szállodába, és tekeri a telefont, és az örökkévalóval akar beszélgetni, mert azt hiszi, hogy azt online lehet onnét kapcsolni. Aztán a mentőket kell hívni, de a mentőket külföldiekhez nem lehet hívni, csak a követségük jelenlétébe. Ez a Jeruzsálem szindróma. De annál gyönyörűbb, amikor lépsz egy lépést, és az események színhelyén vagy, színfalak nélkül, ugyanazok a kövek, vagy ha leásol 7 métert, akkor már is egy előző idővel találkozol. Szóval van ennek bukéja. Igen. És a mostani Igen. lakók is toleránsak, már kevésbé, mint voltak a 70-es években. Szépek, mindenre kaphatók, és emberszabásúak, őszinték, a tekintetük, a megmozdulás, kicsit hebrencsek, kicsit hangosak, tehát olyanok, mint a tengerpartiak. Ennyit erről. Tehát, Nagyon szerettem. Tehát, hogy egyszer voltunk egy hosszabb időre, aztán utána a Spinoza Színházzal a Herzlt eljátszottuk Tel Avivbe, ami azért nagyon más élmény volt. Eszkimóknak jeget vinni. Igen, de nagyon érdekes volt. Máshol reagáltak, és máshogy, mint az itthoni közönség, sokkal többet nevettek. De hát az, hogy arról az utcáról megy be a főszereplő színész, akit arról van elnevezve, akit mindjárt játszani fog, akár mind a két főszereplő, tehát a Herzl is, meg a Nordau is, tehát a Makranci Zalán, meg a Gyabronka bemegy a Herzl, meg a Nordau utcából eljátszani a Herzlt, meg a Nordaut, azért ebben van valami nagyon jó értelemben speciális és felemelő. Erre én azt szoktam mondani, hogy ki kell menni a Tel Avivi temetőbe, és a történelmi utcanévtárot megtalálható, lehet egy-egy kavicsot elhelyezni. Vallási ráébredés, etéren még nem coming out-oltál, ha kedved van hozzá, örömmel veszük. Tartozol-e, mert a külső megjelenésedben mindenféle fagyöngyöket látunk, ami emlékeztet erre meg arra, tehát egy ilyen eléggé francia salátáról nehéz kitalálni, hogy tulajdonképpen, hogyha beszélgetni akarsz az örökkévalóhoz, melyiket választod, ugyan szerintem csak egy van, de hát ki a saját módján. Igen, szerintem nincs nagy különbség köztük, tehát hogy én azt láttam, tehát voltam Indiában is, ez speciál ezt a Ganges partjár. Ott, ahol halottakat égetik, ott vettem. Ott is megtapasztaltam egy másfajta spirituális élményt, vagy nem is tudom. Tehát, hogy, szóval, hogy én nem hiszek egyfajta dologba. Tehát a Spinoza kapcsán nagyon sok zsidó témájú darabot rendezhettem. Tehát nyilván, tehát én jártam hittanra, mert a nagyszüleim azok vallásosak voltak, és azért kellett menni hittanra, de azért az öcsémmel együtt jártunk, aki az első hittanórán mondta a papnak, hogy hát ő tudja, hogy nincs Isten, de a pap ezt jól vette, és azt próbálta elmagyarázni, hogy mégiscsak van, de azért nem győzött meg minket. Szóval nem tudom, tehát ilyen furcsán ateista nevelést kaptunk, de azóta mindenféle hatásért. Nekem gyanús a családi egyik ág, hogy ott mi történt korábban, mert valamiért én Jeruzsálemben vagy Izraelben nagyon jól éreztem magam, még a Spinozában otthon érzem magam, de semmi kézzelfogható magyarázat nincs, vagy papír nincs arra, hogy én milyen származású lennék ténylegesen. Ezt a génizét még nem csináltattam meg.
Lehet, hogy nem is kell. Nem, igen, de van szóval... még hátra 26 másodpercünk. Oh. Mi az, amit kihagytam belőled ahhoz, hogy szeretni lehessen téged? Mondj valami olyat, amitől még jobban tudnánk szeretni téged. 26 másodpercet, nézd Jákob szemébe, ő az. Nem tudok olyat mondani. Akkor a Heti TV nézői nevében arra kérlek, hogy tovább is maradj ugyanaz az ember, aki vagy. Sok-sok nagyon klassz előadást csinálj, és látogass minket többet, és az előadásokról majd külön-külön beszámolunk. Kedves nézőim, a 7 órás vendéget látták, a 7 órás vendégnek nem volt más a vendége, mint... Cejzer Gábor. Még egyszer hangosabban, légy büszke arra, hogy hívnak. Igen, az a Cejzer Gábor, akit annyira vártak, tessék, most megkapták. Köszönöm, hogy velünk voltak, halkítsák le a készülékeiket, ne kapcsolják ki, mert továbbra is megy az adás. Tudják, mi 24 órán keresztül azért vagyunk, hogy önök soha ne legyenek egyedül. Persze, hogyha be akarják tartani a sokasodj és szaporodj szabályaikat, akkor is háttérzenének mi maradhatunk. Köszönöm.